A 2013 őszén indult jövő bajnokai programban a 2002-2003-ban született ígéretes úszók vesznek részt, összesen 250-en. Azért ez a korosztály kap kiemelt figyelmet, mert ők lehetnek azok, akik jó eséllyel indulhatnak a 2021-es magyarországi világbajnokságon. Ennek érdekében 7 régióban állítottak össze válogatottat, amelyek minden hónapban felmérése mutatják meg, hogy éppen hol tartanak. Ilyenkor konkrétan a felmérőkön, hát nyilván árgus szemekkel nézzük, hogy ki az, aki fejlődik, és ki az, aki nem. Fél évente nagyjából újra vizsgáljuk a keret összetételét, mert ez nyitott keret. Tehát aki benn van a keretben, de nem teljesít jól, az kikerülhet. Aki kin volt a kereten, de egy fél éven belül mondjuk szép fejlődésű tett tanúság, ő pedig bekerülhet. Az Észak-Magyarországi Régió Központja Eger a fiatal úszók teljesítményét itt mérték fel az edzők. 2 versenyszámot úszunk le, és megnézik, hogy ki tud javítani, és az alapján eldöntik, hogy annak, hogy az bejut-e, vagy hogy tovább megye. Eger nem csak a régiós felmérőknek adott hont az idén, nyáron itt rendezik az ifjúsági országos bajnokságot.